Jó estét kívánok! A futást már, illetve az egészséges életmódot már nagyon-nagyon sok mindennel összehozták, hogy messze ne menjünk, ugye Székesfehérváron az Arak megrendezi minden évben, idén is lesz majd ötödször a tiszta egészséges Székesfehérvári futóverseny, ott ugye a környezetvédelemmel hozzák össze a mozgást és az egészséges életmódot, de vannak nagyon sokan ma Magyarországon szerencsére, vagy egyre többen lehet így mondani, akik a jótékonykodást, illetve ezáltal egyfajta célt adva a futásnak hozzák össze a mozgást, az egészséges életmódot és azt, hogy segítsenek valakin, valakiken. Mai vendégem egy ilyen ember, Iváncsics Zsolt. Szervusz, üdvözöllek a műsorban. Beceneved a magyar Forrest Gump, kezdjük igen. Talán ezzel, hiszen ha Forrest Gump, akkor azt hiszem nagyon sokan tudják, hogy ki volt Forrest Gump, ugye Tom Hanks játszotta, nagyon-nagyon sokat futott, aztán egyszer csak úgy döntött, hogy megállt, te nem álltál meg, sőt egyre többet futsz. Honnét a név, és mennyire sikerült rögtön mondjuk az elején velem megbarátkozni? Hát a név azt rám akasztották, tehát nem én választottam, ez teljesen véletlenszerű. Egy nagyon kedves barátom, a Bliknél dolgozik, Kósz Szabolcs, és ő ragasztotta rám ezt a nevet. Ugye mindig látta, ott lakik mellett, hogy futok, és ugye Forrest Gump is futott ugye filmben, ugye Tom Hanks alakít, és sokan ugye párhuzamot vontak, meg ugye fel is tették, hogy futóbolond, igen, de jó értelemben, mert futóbolond, ezt ne felejtsük el, hogy a filmben Tom Hanks csupa jót tett futása közben, és én ugye az egyik ilyen igazából specialitásom, vagy igazából védjegyem az, hogy ez az év már a 9., hogy bevásárlókocsival futok. Tehát én egy bevásárlókocsit tolok magam előtt, és ötödik éve már ennek a kocsinak célja van. És ugye annak apropóján beszélgetünk ma itt, hogy te is jössz jövő hét végén, április 24-én, a második CEP Fehérvár félmaratonra, és megint kocsival jössz, bevásárlókocsival, ezúttal pedig a Fehérvári Gyermekotthonból fogsz majd egy kis gyerkőcöt tolni, illetve hogy ahogy beszélgettünk, majd lesznek, akik kísérnek téged a félmaraton különböző pontjain, hogyha jól tudom, a Gyermekotthonból. Igen, abszolút. Hát a futásaim többnyire a magyarországi nehézsorsú gyerekekre, itt az állami gondozottakra, és 3 éve pedig a fogyatékkal élő gyerekekre próbálom felhívni a figyelmet. Ami nagyon fontos, hogy én nem pénzt gyűjtök, nem persze adományt is, de az adományt ezt nem feltétlenül pénzben értem, én az adományt abban értem, hogy szeretetet próbálok és figyelmet felhívni a gyerekekre. Én azt gondolom, hogy minden egyes akár sérült vagy állami gondozott gyerek, és az a kettő sajnos egy fedi egymást, tehát állami gondozott is és sérült is, joguk van ahhoz, hogy ezek a gyerekek ezeken a versenyeken, ha csak egy percre, vagy egy órára, vagy akár fél napra gyerekek lehessenek. Igazi gyerekek, akik családban élnek, akinek van édesapja, édesanyja, és igazából figyelemfelhívás, hogy egy picit álljunk meg egy pillanatra, és gondolkodjunk el, hogy most valakinek az egy gondja, hogy milyen iPhone-t vegyem, de ezeknek a gyerekek azt se tudják, mi az, hogy iPhone. Tehát egy gyermeki érzést szeretnék adni nekik, és igazából erről szól ez az egész, és arra szeretném kérni a futókat, hogy egy jelképes kis plusz állattal a jövő hétvégi félmaratonon segítsenek, hozzanak a Székesfehérvári otthon lakójának egy kis plusz állatkát, vagy de ha csak egy simogatást adnak, vagy egy jó szót a futás közben, akkor megéri. Ha pedig beletol valaki a kocsimba, az a legszebb dolog, mert ugye egy pikantériának a dolognak, hogy egy állami gondozott kisfiút fogok, aki súlyos betegségben szenved, aki soha nem volt ilyen rendezvényen, ő lesz az utasom. Akivel most találkoztál, így nem is van, olyan régét a műsor felvétele előtt. Igen, én az otthonból jövök, igen, és az igazgató helyettes úr, és ugye a két tanár, a Sándor és a Gyula tanár úr fogja kísérni ezeket a gyerekeket. Igazából Borbás Sándor tanár úr, a székesfehérvári, ő Pesten a Kossuth otthonban dolgozott, és így kerültem ide le ehhez az otthonhoz, és így jött a CEP, és így szeretném megragadni az alkalmat. Ugye ezúton szeretném megköszönni a rendezőknek, tulajdonosoknak, hogy kinyitották a kaput a gyerekek előtt, és lehetővé teszik, hogy én is tolhassam a kocsimat. Amikor az egészet elkezdted ugye 8-9 évvel ezelőtt, igen, akkor mennyire volt befogadó a közeg? Akár a futók részéről, akár egy idő után mondjuk az átlagemberek, és illetve a cégek részéről. Megmosolyogták. Tehát gondoltam egyet, hogy a kereskedelmi cégnél dolgozom, megmosolyogtam, kimentem és elkezdtem futni, mert azt hozzá kell tenni, hogy egy nagyon kis faluban
indult annak idején ez az egész futásos őrületem Balaton partjáról, és mindig többnek akartam, mint a többiek. Másképp szerettem volna teljesíteni, nehezítve, és így jött ez a bevásárló kocsi. Valóban megmosolyogtak, és mondták, ez nem normális. Van, aki azt mondta, hogy figyelj, ott az orvosi sátor, mutasd meg magad, de nem tudtak eltántorítani. És ezt toltam a kocsit, teltek az évek, és majd egyszer egy nemzetközi félmaraton versenyen Budapesten, az Andrássy úton futottunk, és elfutottam egy anyuka állt a kislányával, akik elég szemmel láthatóan, elég szerény körülmények között éltek, és ezt csak gondoltam egyet, megálltam, visszakocogtam gyorsan, és ugye a kocsiban mindig van csokoládé, meg ilyen plüss kabalák, plüss figurák, meg ugye akkor dili volt, majd bedobáltak a kocsiban mindent, és adtam a kislánynak egy csokit, és egy kis plüss macit. És ránézett a kislány nagy szemekkel, hát aranyos volt nagyon, fülig ért a szájam, megköszönt, és csak azt kérdezte, hogy bácsi, miért tudod ezt a kocsit? És akkor elengedtem a fülem mellett, hazaértem, és este feltettem magamnak azt a kérdést, hogy öncélú ez az egész, adjunk egy célt ennek az egész dolognak, és akkor eldöntöttem, hogy a magyarországi magyar állami gondozott gyerekekért, nehéz sorsú gyerekekért fogom tolni ezt a kocsit, és rögtön kizártam azt az egészből, hogy ez bármilyen pénz is tapadjon. Tehát nem pénzt gyűjtök, hanem eldöntöttem, hogy már pedig én bele fogom őket ültetni ebben a kocsiban, és elkezdem tolni őket. És aztán az élet furcsa fintora folytán elkerültem a Kossuth-Lajos gyermekotthonba, utána a Tegyeszbe, Budapesten, és ott nagyon megrázó dolgokat láttam, és elkezdtem gyűjteni, és egyre többen jöttek. Egyre többen csatlakoztak, és nagyon fontos, hogy akik csatlakoznak, azok azt adják, ami van. Van, aki csak egy autót ad, van, aki megtervezte a lógót, van, aki valaki rányomja a pólomra, és van, aki van otthon egy mesekönyve, és elhozza. Van, aki meg van egy mosógép, vagy centrifuga, felhív, és elmennek az otthonba, érte. De legfontosabb az, hogy vagy például van olyan egyesület, aki kinyitotta a kaput ezek előtt a gyerekek előtt, és akár egy futballmérkőzést, vagy egy kézilabda, vagy vízilabda mérkőzést megnézhettek. És ez a legfontosabb, hogy ezek a gyerekeknek a kis látókörük, a kis szemük kinyílik a világba, és felfedezik azt, hogy van más is, mint a falak, vagy lehet esetleg a verekedés, vagy ne adj Isten esetleg a drog, vagy bármi. Tehát próbáljunk meg egy picit többet adni abból a mínuszból, amit kapnak. Mert a nevelők hiába próbálnak, de néha én azt gondolom, hogy egy picit haladunk a saját életünkből, hogy van egy nagyon jó nóta is a rock világban, ugye, hogy ne csak a saját életedet éld, másokat is láss, ha indulnak feléd. Hozd meg, ami szép, hozd meg, ami jó, ne csak a saját életedet éld. Megpróbálom megosztani a futás szeretetét, a sport tisztaságát és ezt a tömegsportot, ami átadja és az egész hangulatát átadni ezeknek a gyerekeknek. Ugye beszéltünk múlt héten telefonon, és akkor elárultad, hogy vannak már olyanok, akik annak idején először veled voltak egy ilyen tömegfutóversenyen, ma pedig már gyakorlott félmaratoni futók. Így van, és így van, a Kossuth otthon lakóiról beszélünk. 5-6-an jöttek, és most már minden rendezvényen 4-en stabilan ott vannak és futják, és már félmaratonokat is futnak. Jövő hétvégén is az egyik fiú velem tart a félmaratonon, ahol az ott egy ottani kis lakóját fogom tolni, Rostás Bencsikét, aki egyik szeme világát elveszítette sajnos. Hogy viselkednek ezek a gyerekek az első ilyen tömegrendezvényen, a tömegfutóversenyen, amire elviszed őket? Mennyire találják a helyüket, mennyire sikerült tényleg őnekik rögtön az első alkalommal átadni azt, hogy nyilván magát az élményt, az egy dolog, de hogy utána elvigyék magukkal az élményt a hétköznapokba, és tényleg adott esetben kövessék a Kossuth iskola, vagy a Kossuth gyermekotthon lakóinak példáját, és ők is mozogjanak, fussanak rendszeresen. Hát már kikövetelik magunknak a versenyt. Tehát érdekes dolog volt. Az első, amikor elérkeztünk, egy kislányt toltam, ő egészséges volt, állami gondozott, a Beres Szandikát. Hát döbbenet. Tehát amikor először oda megyünk, mi ugye családban élő sportolók vagy emberek, és látunk, oda jön egy állami gondozott kis lurkó, akkor ő meg van illetődve. De érdekes van, hogy telik az idő, hogy telek a kilométerek, megyünk előre, kezdenek felszabadulni, mert egyszerűen kívülről annyi impulzusok érik,
minket meg a kocsi, engem pedig a kocsiból ére van impulzus, hogy egyszerűen hatása alatt vagyok, és szó szerint ez a kocsi egy katalizátor. És hazamentek ezek a gyerekek a verseny után, és nem aludtak, mondták a nevelők, hogy egyszerűen hihetetlen, hogy erről beszélgettek, nem aludtak. És a következő évben, vagy a következő versenyen már szólt az igazgatónő, hogy hát Zsolti, többen szeretnének jönni. De mindenkit mégse tolhatsz. Nem tolhatok, így van. Ez mindig egy speciális dolog, hát ugye behatárolja a súly és a méret. De mondom, most már rendszeresen az utasaim, azok állami gondozott sérült fogyatékkal élő gyerekek, és jövő héten pedig ezt kiegészítem, ugye már toltam már 3 kocsit együtt, toltam 2 kocsit együtt, és most hétvégén 2 kocsit fogok tolni, jobb oldalon a saját kislányom lesz, a bal oldalon pedig ez az állami gondozott kisfiú, ezzel is szimbolizálom és felhívom a figyelmet, hogy lám-lám egységben az erő, tehát lehet így is sportolni. Gondolom, ezek ilyen speciálisan megerősített kocsik, tehát azért nem az, amit az ember a bevásárló kocsiban tologat. Nem, hiszen... ezek erre célra kialakított speciális futó, úgymond nagyméretű babakocsik. Tehát ugye itt majd Székesfehérvár is egy ilyennel, mivel fogyatékkal élővel élek, sajnos súlyos beteg a kisfiú, egy ilyen kocsival fogom tolni, mert ugye nem merem megkockáztatni a bevásárló kocsi. Persze a jegiségesen nagyon sokan utaztak benne, csak egy példa, hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, hogy is reagáltak erre az egész futáson, mert akár cégek, vagy bárki, van, aki csak egy ebédet biztosított a gyerekeknek egy gyors értelmi láncban. Ami megható volt, hogy az egyik futó páros észrevette, hogy hát hogy ez sima bevásárló kocsi, csak próbáltuk kivélelni, és ők ágybetétekkel és ágyakat gyártanak, írtak a Facebookon, kijöttek, lemértek a kocsi méreteit, és kipárnáztak a mind a két bevásárlókocsival, hogy a gyerekeket ne tűnik, minél kényelmesebben tudjanak utazni. Szóval hihetetlen mértékű. Én azt gondolom, az emberek maguk, mindenkiben nagyon sok szeretet van, és tényleg, hogyha mindenki csak egy picit adna bele ebbe a dologba, vagy csak egy picit megtolná a kocsit, hát Magyarországon nagyon szép dolog lenne. És nem hiszem, hogy olyan nagyon sok gyerek maradna otthon élmény nélkül. Ugye 8-9 év azért az már komoly időintervallum. Igen. Megvan a kapcsolat? Megmarad a kapcsolat azokkal, akikkel mondjuk elkezdted úgymond ezt az egészet? Megvan az első kisgyerek, akit először toltál? Tehát megvan a kapcsolat? Beresz Andika, igen, így van, mai napig megvan, és én azt mondom, tehát én akit tolok a kocsimban, vagy akiket tolok a kocsimban, én tudom az életét, én tudom a sorsát. Tehát nem csak arról szól ez a dolog, hogy beleül mondjuk a Benji, vagy a Sandy, és akkor végigtolom. Én tudom, hogy hogy került oda, tudom, hogy mit csinál napközben, hogy él, hogy van a testvére, hányan vannak testvérek. Tehát én szó szerint azonosulok velük, és így értek el, nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek ugyanolyan gyerekek. De hogy élnek? Hogy élnek ezek a gyerekek? Hát hogy telnek a hétköznapjaik? Tényleg mekkora a óriási a szakadék nyilván a között, hogy valaki családban nő föl, vagy fel vagy gyermek otthonban, de mégis te mit tapasztalsz? Hát igazából azt úgy nem tapasztaltam náluk, hogy tehát nem panaszkodnak, érdekes. Nem panaszkodnak, sőt, persze maguk módján madócok, ugye, mert ugye a tanárok nem tudják 100%-ig helyettesíteni a szülőket. Tehát a szülői szeretetet pótolni tudjuk, de megadni nem tudjuk, én ezt gondolom. De fantasztikusan felszabadulnak a versenyek alatt. Tehát ugyanúgy viselkednek, most a hétköznapi nem látok bele, de a verseny, amit tapasztalok, amit kérdeztél, ugyanúgy viselkedik, mint mondjuk a saját kislányom, vagy egy barátomnak a kisfia. Ugyanúgy, lelkes, aranyos, segít. Hát például a Benji, az nem tudja, az már olyan profin frissít engem, hogy komolyan, hogy már nyúl elő, és mondja, hogy Zsolti, már csak hagyja, vizet tessék adni, és borzasztó tisztelet tudó. Nem kell megemelnem a hangom, soha, senkinek. Tehát érdekes, abban a pillanatban ezekben a pisz idézelek és vadócok megszelidülnek. Érdekesen hat rájuk ez a közeg, és persze nagy szemekkel néznek, hát azért sok ember, több ezer ember közé kimennek, és azért ez egy újdonság, és egy új élményt kapnak. És talán, ha egy picit elvisznek magukba, akkor már nyertem. Azt gondolom. Kislányod mit szól ehhez, hogy... Hát ugye szóvá tette, tavaly volt az első, hogy szóvá tette, hogy apu, engem mi nem tolsz. És akkor tavaly már toltam a bevásárlókocsival, és idén most már fut,
szombaton, ugye most hétvégén futunk együtt, és vasárnap pedig egy dupla kocsit tolok, és ahogy mondtam, ő lesz az utasom, hát imádja. Egyszerűen én azt gondolom, hogy talán sikerült benne tovább örökítenem a futás és a sport szeretetét. Imádja és várja a versenyeket szinte. Mert mindig számol, hogy még mennyit kell aludnom, hogy induljunk. Azt mondtad, hogy a futás és a sport szeretete, ez benned meg elég mélyen, elég régről megvan, ahogy olvastam a honlapodon, hogy nagyon, nagyon fiatalon találkoztál már a futással, mint sportággal. Igen, igen. Hát ez 77-re nyúlik vissza. 1977-ben, mint mondtam, egy kis községben, Balatonszemesen születtem, ott nőttem fel, és hát ott ültem, volt akkor még létezett ilyen sportkör, és keddi napon ott futottak, készültek ilyen három tusára, a negyedik osztályosok, én harmadikos voltam, és ugye csak hát ugye vagány kis gyerekben beszóltam nekik, hogy ez nektek a futás, és az akkor is testnevelő tanár úr, Kovács Boldizsár azt mondta, hogy akkor gyere, fussál velük. Futottam, és megvettem őket. Csak ott nagy gyerek, kisfiam, elviszünk a versenyre, és elvittek Zamátiba, és megnyertem. És akkor így indult ez az egész, és ez egészen ment egészen 82-ig, arra 1982-ben az úttorolimpiát megnyertem. És igazából én azt gondolom, ott a szégyen miatt nyertem. Már milyen szégyen miatt? Furcsa dolog ez. Igen, erről még sose beszéltem. Rettetesen furcsa egy világ volt, Somogy megyei egyszerű gyerek, egy kék tornagatyába, fehér trikóba, és egy olyan szöges cipőt kaptam Kaposvárról, ami nagy volt, és anyukám kitömte vattával. És amikor ott álltunk 82-ben az Etó stadionjában, és jöttek a KSI sportolói Budapestről, a központi sportiskolások, ugye jobbnál jobb melegítőkbe, rettetesen szégyeltem magam. Fura dolog, de te 14 éves gyerekben ez játszódott le, és akkor azt mondtam, akkor is meg kell őket, meg fogom verni őket. És mai napig emlékszem Nagy Zsiga nevére, Nagy Zsigmond, őt kellett megverni ahhoz, hogy sikerüljön elérnem az álmomat. És innentől már ki volt jelölve a pálya. És ezt a haladtál szépen előre, mert igen, jól olvastam, voltál válogatott, igen, lettél magyar bajnok és a igen, többi. Igen. Jöttek az eredmények, és aztán te csak abba hagytad, ahogy én. Igen, igen, volt egy súlyos sérülés, ugye nem bírtam már a terhelést, a budapesti Honvédban voltam a végén már 400-as, nem bírtam már a terhelést, és abba hagytam a futást. Majd édesanyám halála után a bátyám konszolására visszatértem a tömegsporthoz, gyere futni, és akkor elkezdtem újra futni. És onnantól kezdve nem lehet leválasztani a futásról, és ez egyik legjobb igazából nyugtató nekem a futás, tehát egyszerűen ki tudok benne kapcsolni. És azt, hogy még célja is van, ez a kettő együtt csodálatos. Mondtad ezt a szégyen dolgot, és az jutott eszembe, hogy szégyelted magad, hogy neked csak egy kék melegítőgatya, meg egy fehér trikó jutott. Ez tény. Látsz párhuzamot az akkori, az ottani kis Iváncsics Zsoltika, aki szégyelte magát, hogy csak egy kék rövid gatyája van, és mondjuk a mai állami gondozó gyerekek között, hogy azzal kezdted, hogy aki családban nő föl, pontosan tudja, mondjuk, hogy mi, vagy azzal lenni a probléma, hogy most ilyen, milyen telefont vegyen, és a többi. Míg ezek az állami gondozó gyerekek nyilván nem élnek közel sem anyagi körülmények között. Bennük látod ezt a párhuzamot? Vagy ahogy mondtad, hogy tényleg nem panaszkodnak és nem foglalkoznak ezzel, hanem próbálják a saját életüket vinni a helyes irányba? Hogy látod Köszönöm ezt? Köszönöm szépen a kérdést, ezt se kérdezte meg soha senki. Igen, de amikor rájuk nézek, és tényleg az ember... Nem szabad elérzékeny, mert sokan ugye ezzel támadnak, hogy túl érzékeny vagyok. De igen, tehát amikor ott vannak azokban a kis ruhákban, akkor mindig eszembe 1982. május 14. Soha nem fogom elfelejteni. És mindig előjön az az érzés. És mindig győzni akarok ezzel a kocsival. És hát nyilván az a győzelem, hogyha tudsz nekik segíteni, mire van nekik leginkább szükségük? Szeretetre. Élményre. De ugye, és nyilván erre van leginkább szükség. Most persze, az anyagi dolgok ugyanaz. Arra akartam kiukadni, hogy az, aki nézi ezt az adást, esetleg mi az, amit bedobjon a te kocsidba, vagy mi az, amivel esetleg érkezzen majd április 24-én vasárnap reggel a Cseppfehérvár félmaraton rajtjára. Tehát ilyen szempontból kérdezem, hogy mire van szükség. Hát én nagyon bizakodom, és nagyon-nagyon köszönöm még egyszer Székesfehérvárnak, és főleg a Csepp. Hogy lehetővé tették ezt, és
nézem mindenki otthon körül, ami nagy dolog, amiről az elején is beszélgettünk, hogy ahol szunnyad egy mesekönyv, egy plüss, egy megunt játék, csak arrébb rúgjuk, ne rúgjuk arrébb, ne hagyjuk porosodni. Hozzá kell, vagy hozzátok kell, ha jobban tetszik bárki, azt arra kérek mindenkit hozzá el, és adjuk oda a székesfehérvári otthon lakóinak. Mind legkisebb ajándéknak is örülnek ezek a gyerekek. Én ezt kérem a futóktól, nézőktől, szurkolóktól, vagy hozzon egy darab csokit, vagy bármit, hogy tegyük emlékezetessé. Nagyon sokan kijönnek, hála Isten, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, mert váltó is indul, hallottam. Többen futnak, és minden körben valaki csatlakozik hozzám az otthonból, és ugye én tolom ezt a beteg kisfiút. Úgyhogy én erre kérem a futókat, nézőket, hogy én tudom, hogy ez csak sokan után mondták, hogy egy csepp a tengerben, de kérdem én, hát a tenger is cseppekből lesz. Hát tegyünk minél több cseppet, hogy kiegyenlítsük ezt a tengert. De lehet, hogy éppen az a csepp az valakinek az életet jelenti, vagy éppen adott pillanatban egy kis boldogságot. Igen, és még egy mondatot hadd mondjak el, beszélgettünk telefonon, és ugye azért is lettem ennyire eltökélt ebben az élmény dologban, mert 3 évvel ezelőtt történt Budapesten a Tegyesz Intézetében, hogy december 24-én sikerült egy nagyobb adományt elhelyeznünk, és akkor szemtanúra lehettem annak, amikor december 24-én ugye hazavihetnek gyerekeket, és 3 gyermeket nem adhattak ki a szülőknek szent este éjszakájára, és akkor az borzasztó érzés volt, amikor ott a gyerekek ugye csüngenek, hogy apu, anyu, vigyél haza, és akkor megfogalmaztam, hogyha csak ennek a kocsinak, vagy nekem tök mindegy, mindenki ítélje meg, ahogy akar, ugye, amit csinálok, hogy csak egy gyerekkel kevesebb évente az, akinek azt mondja, az kell, hogy mondja, hogy apu, anyu, vigyél haza, akkor már bőven megérte. Ezzel csak egyet érteni tudok, és nagyon szépen köszönöm, eljöttél, és hát akkor találkozunk április 24-én a Cseppfehérvár félmaraton rajtjánál. Ott leszek. Azt hiszem, hogy meg fog téged ismerni mindenki a bevásárlókocsival, és hát kívánom, hogy még nagyon sokáig fussál és told a bevásárlókocsit, szó szerinti értelemben, meg hát nyilván átvitt értelemben is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy köszönöm, eljöttél. És egy mondatot még a zárásra, ha megengeded, hogy igen, én vagyok a magyar Forrest Gump, de ne, kérem, hogy ne ezt lássák. Én Iváncsi Zsolt vagyok, egy magyar amatőr futó, aki maga Diliével próbál segíteni. És ugye Tom Hanks azt mondta, amikor megállt, hogy kicsit elfáradtam, hazamegyek. Lehet, hogy el fogok fáradni, de nem fogok hazamenni. Nem fogok megállni. Kitartás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Iváncsi Zsolt volt tehát a vendégünk a mai fehérvári beszélgetésben, és akkor, ahogy hallhatták, április 24-én a második Cseppfehérvár félmaratonon lehet segíteni, hogyha otthon van megunt labda, játék, plüssállat, egy mesekönyv, vagy akár egy kis szele csokival, de hogyha úgy gondolják, akkor, és van rá lehetőségük, akkor segítsenek önök is. Higgyék el, megéri. Én már megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.